Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az úr. Befejezzük ma a tíz parancsolatról való elmélkedésünket, és az utolsó két parancsolatot fogjuk ma megnézni. Így hangzanak ezek a parancsolatok. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami a felebarátodé. Ugye az első parancsolata kettő közül a kilencedik, hogy ne tamuskodj hamusan. Ez egyrészt utalhat a bírósági tárgyaláson a másik ellen való tanúskodásról, de hát ez viszonylag ritkán kerül sor, hogy ilyen környezetbe kerülnénk. Hogyan, vagy milyen más üzenete van ennek a parancsolatnak a mai modern ember számára? Egyrészt arról, hogy a beszédünkben, amikor a másikról beszélünk, akkor igazat állítsunk a másikról, hogy ne rágalmazzuk a másikat, hogy ne hazudjunk a másikról. Olyan könnyen kicsúszik a szánkon valami a másik emberrel kapcsolatban, és könnyen kritizáljuk a másikat. Tehát szeretnénk rossz színbe beállítani a másikat azért, hogy magunkat pedig fölemeljük a másik ember fölé. Látjuk ezt a... Médiában, mindenütt, akár a, a politikai életben is, ahogyan egymásról beszélnek emberek, vagy rágalmazzák egymást, akár politikusok, olyan vezető emberek, akiknek sokkal inkább példát kellene adniuk abban, hogy hogyan kell beszélni a másikról. Ne így cselekedjünk, hogy ne ez a példa legyen előttünk, és ne így éljük meg a mi életünket, akár családjainkban, akár közösségeinkben, akár munkahelyünkön. Sokkal inkább, amikor a másikról beszélünk, akkor jó dolgokat beszéljünk róla, vagy akár ha a hibáiról is beszélünk, akkor is azzal a szándékkal, hogy igenis van jobbulásnak, van megtérésnek lehetősége az ember életében. Ezt a parancsolatot szokták úgy is értelmezni, hogy a hazugságnak a tilalma, hogy ne hazudjunk, hogy mondjunk igazat hogy az igenünk legyen igen, a nemünk pedig nem. Igen, a mai világban is nagyon lényeges dolog, hogy törekedjünk az igazságra, hogy törekedjünk arra, hogy igazmondó emberek legyünk. És az utolsó parancsolat még szinte egy összefoglalása az egész tíz parancsolatnak, és ugyanakkor egy különleges parancsolat is, hiszen az előző parancsolatok, a első kilenc, az egy külső parancsolat, amit az ember cselekedeteiről szól, arról, hogy hogy hogyan cselekedjünk, vagy mit cselekedjünk ebben a világban, hogyan korlátozzuk magunkat a mi cselekedeteinket. Ez a tizedik parancsolat azonban a belső indítékről, motivációról szól, hogy ne kívánt. Ezért aztán sokan rabbik is azt mondják, hogy a legnehezebb parancsolat a tíz parancsolat közül. Mert hogy az ember próbálkozhat azzal, hogy megjobbítja a, a cselekedeteit, az ő szándékát, de képes-e arra az ember, hogy az ő vágyait, az ő motivációit is megváltoztassa. Hogy mit kívánok meg, milyen indítékaim vannak, milyen motivációim vannak az életbe. Isten nem csak kívülről akar bennünket megváltoztatni, hanem sokkal inkább belülről, mert éppen a belső változásból fakad a külső változás az ember életében. Ez viszont önmagunktól nem fog menni, ahogy persze az előző parancsolatokban is szükségünk volt Isten kegyelmére, úgy ennek a parancsolatnak a betöltésében nagyon-nagyon szükségünk van Isten elfogadó kegyelmére, az ő újjászülő csodálatos munkájára a mi szívünkben.